Így is akarok majd ilyen dobolni. Elérkeztünk a második szakasz utolsó méréséhez. Itt derül ki, hogy hány kilót fogytam. Nézzük meg, mutat. Hello! Szia! Vajon mivel készültünk neked, kitalálok? Illetve szeretnél szerint. Ez az első teszt, tudod? Hadd nem mondjam, hogy karácsonykor mit kellett kiállnom, hogy a miközben csináltam a diós, meg a mákos beiglit, és ugye kevertem a kis tésztákat, hogy az ember utána csak óvatosan falatozgass. Hát gyere, beszélgessünk! Kérlek szépen, az van, hogy ősszel volt három, ősszel tél elején volt három bemutató is, és akkor egyszer csak rártam a mérlegre, és akkor mutatott egy nagyon szép számot, már úgy értem mínuszban egy nagyon szép számot a mérleg, amúgy annyira nem volt szép, és 7 kilót képzeld el. De hát azért a karácsony ennyire nem volt egyszerű, mert én egyrészt nagyon sokat főzök, szeretek főzni, vendéghegyek jöttek hozzánk karácsonykor. Azért azt nem lehet megúszni, hogy az ember megústolja meg amit sütött, amit főzött, meg amit előkészített. De egyébként nem olyan tragikus a helyzet, másfél kilóval mutat többet a mérleg, ami szerintem ahhoz képest, hogy karácsony benne van, ez annyira nem is szörnyű. De arra gondoltam, hogy annyira motivált voltam a 7 kilós fogyásnál, hogy én ezt befejezzem, hogy arra gondoltam, köszönjük szépen, arra gondoltam, hogy ha már jön szépen az a egy ruhaméret körülbelül lemet, akkor nekem már az is elég, hogyha most egy kicsit nekiszaladunk, és adsz nekem egy ilyen motivációs néhány kilót. Kitaláltunk egy olyan dolgot, hogy egy csomagot készítünk a vendégeinknek, akik ilyen rohanó életmódot csinálnak, mint például te. Ez egy 5 napos csomag, és nem is az első naptól, hogy nemhogy az legyen, hogy két próba között nem tudom, hogy megszínűsz. Igen, hanem hogy be van osztva az 5 napod, hétfőtől péntekig, és akkor itt ilyen 2-3-4 kilótól meg lehet szabadulni, de nem az az első szakasz, az a nagyon durva kemény, hanem szépen reggeli, 10 órai ebéd, uzsonna, vacsora, ez nem benne van, és szépen tudatosan, normális étkezés mellett elindítjuk a fogyást. Szuper. Nem lesz annyira drasztikus maga a fogyás sem, ahogy a diéta sem. Tehát, hogy ez egy ilyen... De azt mondjuk szerintem nem is biztos, hogy olyan nagy baj. Az összevágtak állítva, hogy mindenkinek más szedegettek össze? Nem, ez egy előre összeállított csomag, úgyhogy ez csak fel. És most is két dolgoz ennek minden? Megmutassuk. Ez nem konzultációhoz kötött termékünk, és igazából úgy néz ki, ezt azért szeretik a vendégek, mert nagyon beszédes, mind tartalmi szinten, tehát hogy mindent megtalálsz benne, amit ha tomálózós vagy, akkor ott van a kis séker, és ami a legjobb ebben, látod, ez már második szakaszos. Aha, igen, de van benne ezek azt nektek. Van benne egy ilyen kis füzet, és ebbe leírjuk, hogy pontosan hogy néz ki a dolog. Aha. Mi van benne, milyen egyszerű a kezelés, az elkészítése. És csak nem első nap, második, harmadik, ötödik, mit kell lenni, mit kell inni, mikor, hogyan. Ez szuper, ez tényleg szuper. Így is akarok majd ilyen doboz. Most kapsz is egy doboz. Komolyan, szóval. Igen. Elérkeztünk a második szakasz utolsó méréséhez, így derül ki, hogy hány kilót fogytam, és holnaptól elvileg a harmadik szakaszba léphetek. Az a szakasz, amelyik igazából segít megtartani a súlyomat. Otthon nem mértem magam, úgyhogy kilóban nem tudom most nektek még a mérés előtt megmondani, hogy pontosan mennyit fogytam. Amit tudok és amit érzek, az a ruhák. A terhesség előtti ruháimat hordom újra, kényelmesek, sőt jobban érzem magam, nem vagyok annyira fáradt, hiába kell szokni éjszakánként, nem vagyok annyira dekoncentrált. Én azt gondolom, hogy ez így újra bútolta a rendszeremet. Eljött a mérés, az igazság pillanata. Rámerjek állni? Igen. Na jó. Nézzük meg, mit mutat. A kis ellenség? 66,9. Nézzük meg a százalékokat, hogy azok akkor hogy állnak, illetve úgy emlékszem, hogy 13 kilót
tűztem ki célul, de az nem sikerült. Nem, de a 11 kiló az megvan. És valamivel ezért karácsony után azért nagyon jó. Igen. A BMI-d az 20,7. A zsír százalék az 27,1. Az izom meg 31. Az is nagyon jó. A zsigeri zsírod az 3-asra csökkent. Mondanál egy összeget? Visszakasztam a helyére, és nézzük az adatokat. A legfelső mérés a mostani, az alatta lévő az az előző. Minden adatod nagyon pozitív irányba változott. Igen, azt néztem, hogy a zsír 3% megcserélte egymást, és ugye pont ez volt a célunk. Igen. És a zsigeri zsírod is 5-ösről van 3-asra. Habár Sophie előtt 2-es volt a zsigeri zsírom, de azt gondolom, hogy most 11 hónapos. Úgyhogy ez teljesen belefér. Persze. De akkor most jön a stagnálás, most jön a harmadik szakasz, ahol már nagyon sok minden jó dolog megengedett. 2 fehérjét fogok enni naponta, ami a reggelim és a snackem, illetve jöhetnek a köretek. Igen, most már lehet ebédre köreteket, és akkor ugye mindig az ebéd legyen a főétkezésed, és vacsorára a megengedett állati fehérjéből válogathatsz, illetve az első-második szakasz. Zöldség. Meg most már lehet szigény gyümölcsöket is. Szuper, nagyon jó. Oké, köszönöm szépen, akkor összerakom a dolgaimat, és akkor jó, stagnáljunk. Nagyon örülök a mínusz 11 kilónak. Nehéz volt azért megvonni magamtól azokat a finom falatokat utazás közben, születésnap alatt, stb. És nem csak nekem volt nehéz, hanem a családomnak is, a páromnak, hogyha étterembe mentünk, akkor oda ne menjünk, mert azt nagyon szeretem, az a kedvenc étterem. Menjünk ide, ne azt főz, így főz, ezt készítsd el, ezt kell vásárolni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy ebben segített. És főleg a páromnak, hogy ezt így végig asszisztálta, ezt a mínusz 11 kilót. Majd nagyon fincsi vacsival fogjuk megünnepelni, úgyhogy készít nekem Béla egy finom tésztát. Megérkeztem. Kíváncsi vagyok a család már, hogy néz, vagy mi újság. Konyhában jól van, kicsi itthon. Hello! Sziasztok! Szia, Bogyó! Hello! Jó estét! Szia! Vajon mivel készültünk neked, kitalálom? Hát csak nem hallottad, hogy vége a második szakaszomnak. Azt képzeld, tegnap már alig vártam, hogy befejezd. Hát még én. Na, mi újság? Úgyhogy bemutatom az unikornya segédemet. Hello, kicsi sép! Ott a kicsi sép. Na, Mizu? Na, drágám, először is szeretném, mivel hogy ennyit fogytál egy pohár bort. Mennyit is? 11. Na jó, ezt a pohár bort tényleg megérdemlem. Igen. Ja. Na jól van. Ami van, minden oké? Okay? Ami van, minden oké, okay, halászüdít. Nézd meg. Halló, Ami! Kicsit úgy érzem magam, mint a konyhőkben, kicsit elkezdtem izgulni. Na, gyerünk akkor. Arra gondoltam, hogy ez egy kedvencetet csinálnám. Igen. Tányételle. Igen. Vargányagombával, kakukkfűvel, fokhagymával, és a vargányából kinyert gombaszószal. Hetek óta képes volt ezt végigcsinálni, és ígyunk ránk, rád meg rám, hogy ezt végigcsináltuk bele, és elviseltük. De ezért a 11 kilója megérte. Életem szerelmére. Szervusz, drágám. Szervusz, édesem.
véget ért a diétám, a második szakasz végére értem. Megérdemelt tésztánk, közös vacsora, és most már én is velük eszem, ugyanazt, amit ők. Megérte, ugyanis a 2019-es évet abban a formában kezdtem, ahogy szerettem volna. Én nem újat szerettem volna, és nem valami más formát, hanem a régit szerettem volna vissza. Ezt elértem. És hajrá 2019, és mindenkinek boldog új évet kívánok! Boldog új évet! Sziasztok! Szofi! Pápa? Szofi? Pápa! Pápa.